filmrendező Klacsán Gáborral beszélgetek egy nagyon érdekes film kapcsán, ugye Radics Béláról, a legendás gitárosról készítettél filmet, és ez azért izgalmas dolog szerintem különösen, mert ugye ő egy olyan muzsikus, aki legendásá vált, egy hatalmas nimbusz van körülött, és egy olyan emberről van szó, akinek egy nagyon furcsa karrierje volt, lemezesen volt, ennek ellenére egy legendás figura, most már 4-5 könyv jelent meg róla, az ő életéről, és így nyúltál te abba bele, hogy csinálni róla egy filmet. Tehát, hogy mi adta ezt az alapgondolatot, és ennek egyáltalán ennek fényében, hogy ennyi minden szól most róla halála után, hogyan lehetett ebből egy hiteles filmet készíteni, amellett, hogy nyilván ez egy játékfilm, tehát ennek vannak nyilvánvalóan fikciós elemei is. Üdvözlet, nagy szeretettel mindenkit. Én úgy gondolom, hogy nem annyira én találtam meg a filmet, semmint inkább a film talált meg engem. Említetted, hogy jó néhány könyv jelent meg Béláról. Már régebben is voltak olyan írások, amelyek az ő életéről szóltak. Számomra az Molnár Miklósé volt a legemlékezetesebb és a legtöbb támpontot adó. És az volt az első, bocsánat, hogy szabadba vágok. Így van, az RB kapitány. Így van, viszont utána, pláne az elmúlt évek összes publikációja, az gyakorlatilag a Rock Múzeumhoz és dr. Válint Csabához kötődik, a forgatókönyv pedig Szentesi Zöldi Lászlóhoz és dr. Bálint Csabához. Ők évekig dolgoztak egy alapforgatókönyvön, és gyakorlatilag én egy felkérést és egy forgatókönyvet kaptam, és itt kezdődött a hármunk közös munkája, amit egy év forgatókönyv módosítással, írással, alkalmazással telt. Ekkor határoztuk el, hogy ebből dokumentumjátékfilmet fogunk készíteni, és ekkor tettük le azokat az alapokat, hogy ez azért legyen szórakoztató, amellett legyen informális, legyen hiteles. Magyarország egyik vezető gitárosával, Alapi Istvánnal beszélgetek, hogy egy érdekes film kapcsán Radics Béla életét dolgozza fel a Radics Béla, és ugye az alcíme, hogy az elátkozott gitáros, ami utal Radics Béla az elátkozott ember című kompozíciójára, és hát te játszod a gitár szólamokat a film hangsávján. Ami azt gondolom egyébként, hogy egy megtisztelő dolog, nem? Mert azért Magyarország egyik leglegendásabb gitárosáról készült a film. Igen, abszolút az, és tényleg azt lehet mondani, hogy nyilvánvalóan sokan kérdezgettek engem is arról, hogy Béla mennyire volt tényleg a legjobb gitáros abban az időszakban. Én ezt nem tudom igazából megmondani, de azt tudom, hogy mindenképpen az egyik legjelentősebb, hanem a legjelentősebb figurája volt a gitáros társadalomnak, mert valahogy ő volt az első, aki abban a korabeli szokásos, nagyon hagyományos módon kezelt gitározásban, meg a viselkedésformákhoz képest, amik akkor elfogadottak voltak. Ő volt az első, aki hasonlóképpen élt, hasonlóképpen használta a hangszert, mint azok a korabeli nagy legendás ikonok, akiket az egész világ figyelt, mint a Hendrix, vagy a Clapton. Tehát igazából mindenféleképpen, minden szempontból kiemelkedett a kora gitárosai közül.